Készen állok. Podcast! Podcast! Mit tudsz? Semmit. Kedves Sellő és kedves kalandorok. Nem. Írjunk majd egy ilyen beköszönő számot. Jó, ez nagyon tetszik. Szerintem kezdjük el. Ez a podcast. És így születnek a számok. Sziasztok, ez a Csak Neked Kislány első podcastja, illetve a podcast része. Ő itt, Konsicki doktor, kibaszott Kráken király Dávid, és én Csepel Oliver vagyok. A pék. Most már tényleg pék vagyok, mert sütök kenyeret. Amúgy tudom. Egy ilyen egy óra múlva előformáznom kell. És ez nem egy ilyen eufemizmus a kakálásra. És most mehet a felvétel. Mi a három legjobb, meg legrosszabb dolog neked a karanténban, te ördög? Csepel Oliver írta az Instagramra ezt a kérdést. Az a vízfejűség. Mert valaki megpofoz. Mekkora VFX? Jó, átugorhatjuk ezt a magazin kérdést. Ez az egyik legjobb dolog, hogy rájöttünk erre, hogy tudunk podcastolni. Egyébként én nekem abszolút nagy reményeim vannak, uram. Hát figyelj, nekem igazából a legjobb dolog az, hogy rájöttem arra, hogy ezt az időt ki lehet használni tanulásra, amire amúgy valószínűleg nem lenne időm, úgyhogy mindenféle dolgot tanulok, meg fejlesztem magam. Karatézol végre? Karaté, karhacsi és karaté. Oh, mind három közül a leghalálosabb. Ez már az volt? Nem. Milyen öv? Hát ez egy ilyen nagyon elhasznált bőrszí. Vágd. És most kezdődik a podcast. Sziasztok, ez a Csak Neked Kislány podcastja. Szóval igazából rengeteg sok dolgot mit tanulsz, jó ember? Tanulni, megcsinálni itthon. Hát tanulok gitározni. Ideje volt. Így tizen akárhány év után. Mármint, hogy én tudom, hogy te viccből mondod, de én mondjuk tényleg most kezdtem el szolfézsolni, szóval. Ja. Nem, de hogy érted, szóval, hogy olyan dolgokat tanulok újra meg, amiket egyszer már megtanultam, csak elfejtettem, mert mondjuk nem használtam, vagy a néhány tudásom ez ügyben, vagy hogy néhány tudásom néhány stílusban nem volt csak felszínes, és most azokat mélyítem el, mint például a cigány jazzbe tett kalandozásaim, azokat próbálom most jobbá tenni, mert hogy magamat jobbá tenni. Nem, csak neked kismány számokat egyáltalán nem gyakorlom. Nekem eszembe jutott, hogy lehet, hogy teljesen el fogom felejteni a szöveget. A közönség nem fogja nézni a különbséget. Igen. Ja. Ja, de hogy igen, nem. Ja. Igen. Rajzolok. Very good. Rég rajzoltam. Ilyenekkel hát nem is azt mondanám, hogy mulatjuk az időt, mert hogy ezek nagyon hasznos dolgok, és ennek örülök igazából, hogy nem ilyen unalomból, meg, tök jó. Meg muszájból csinálok dolgokat, hanem tényleg olyan dolgokat csinálok, amire amúgy nem volt időm, és nagyon szerettem volna. Yeah. Meg hát neked azért olyan hatalmas különbséget, ha jól értem, akkor nem jelent abban a karantén, hogy te eddig is ott csücsültél a... Hát abban a kontextusban, igen, hogy én itthon dolgoztam. Szóval itt meg itthon dolgozom, úgyhogy az életvitelemben csak igen, és akkor áttérhetünk, hogy mi a három legrosszabb dolgot. Tehát most nem számszerűsítettem a három dolgot, de... A egyértelműen a gitározás, rajzolás, karhácsi. Karhácsi. Igen. Hát és a legrosszabb, vagy hát ami engem nagyon ilyen gyomrosként ért, az, hogy így gyakorlatilag, ha jól számolom, akkor egy vagy két koncertünk volt az idén.
és ez a szám, ez nem fog exponenciálisan nőni. Ez semmilyen irányban nem fog nőni. Igen. Igen. Kedves hallgatók, kapja a zsebkendő után. Ja. Hát már mint, hogy igen, szóval hogy azon kívül, hogy én itthon dolgoztam, azon kívül a hétvégéken koncerteztünk, amiket imádtam, meg imádok. Ja, el is mesélem ide kapcsolódó, rendkívül frusztráló és nyomasztó álmomat, ami az volt, hogy csak neked egy kislány hatalmas koncertet kell, hogy adjon, a Queen beugrójaként, tehát a Queen helyett. Wow! De úgy, hogy mi vagyunk... Váratlan magasságokba törtünk, de... De nem, úgy, hogy mi vagyunk a Queen. Valamiért. Szóval nem nagy a nyomás. És hát, hogy ugye felmentünk a színpadra, és én ott rájöttem, ez ilyen legklasszikusabb állam, ilyen nyomasztás álomban, hogy rájöttem, hogy állatira nem tudom a számokat. Úgyhogy így fogalmam sincs, hogy milyen számok vannak, és ti meg már így belekezdtek, és játszátok, és kurva jó, én meg a távok, mint egy hülye, és így próbálom lekamúzni, ami történik. Senki nem fogja észrevenni, minden úgy sincsenek. És hogy így néha még jó is, de hogy aztán még így elkezd a gitár is tönkre menni, és így mutatom a technikusnak, aki ott áll a színpad szélén, hogy figyelj, haver, így tudom, hogy nem vagyok valami jó, de hogy segíts már, mert ez így aztán tényleg nem jó. És így odajön, és ilyen teljesen rosszallóan, így nem tudom, bedugja egy kábelt, és azt mondja, hogy de hát ezt te is meg tudtad volna csinálni. És így mondom, hogy igen, de hogy azt sem tudom, mi van, azt sem hol vagyok. Szóval ez rettenetes volt. Úgyhogy ez a legrosszabb dolog. Hirtelen. Meg hát nem láthatom a barátaimat. Hiányzol, Dávid. Szóval fogyasztani tudok olyan tartalmakat, amiket eddig egyszerűen csak azért nem tudtam, mert mit tudom én, nem töltök egy húzamban egyedül ennyi időt a normális esetben a munkámban, a turnén, az akárhol, ahol éppen vagyok, és most meg az van, hogy mit tudom én, most ez így kurva jól hangzik, hogy igen, én is nagyon eredményesen használom fel a karantén időmet, de bepótoltam például a Rick and Morty-t, amit már nagyon sokan mondtak, hogy milyen... Na, már nincs, hogy megnézted a... Nem néztem még meg az összeset, de már megvolt a Rick, mint uborka rész, ami sok mindent megmagyaráz. Klasszikus. Meg hogy ilyenek, hogy meg tudtam hallgatni, mint én új lemezeket, mint a... És meghallgattam az új Lovasi András lemez, már mint egy új, hogy hát az utolsót. Igen. A másodikat a kettőből a 10 év után. Meg tök sokat hallgattam azért az új Elefánt, ami új, a 2019-es albumot. És kurva jó. Azt láttam. Azt láttad? Az megvan? Mármint, hogy láttam, hogy hallgatod. És meghallgattam a Kobra szívet is. Nem szégyenkezem. És te azt kell mondjam, hogy szóval, hogy azért máshogy értékeled, amikor így kiadod a kezedből ilyen 10 000 újrahallgatás után, és most azért így elég idő eltelt ahhoz, hogy csak így meghallgattam, és azt mondtam, hogy az király. Szóval, én egyébként azóta nem hallgattam. Akartam egy podcastot csinálni, jó, hogy elmondhassam, hogy jó az enyénk, oké? Ennyi. Én kérek király. Elnézést. Tök jó, mert hogy az ilyen tartalmak fogyasztásában mondjuk én összem lemaradtam, egy-két dolgot néztem meg, amit amúgy nem jó, néztem. Jó, de te tanulsz karatézni. De tanulok karatézni. Én kenyeret sütni tanultam meg, vagyis hát már megtanultam korábban kenyeret sütni, de ugye a gyakorlat az eléggé hiányzott, most viszont tényleg ilyen kb. 2 naponta sütök egy kenyeret. Most is éppen kell egy kenyér, és egész szépek, azt kell mondjam, szóval, hogy ilyen... És Katus elégedett a kenyereiddel? Amúgy az van, hogy igen. Ja, Katusnak ízlik a kenyerem, örülök, hogy 10 perc után megérkeztünk ide. Vink. És elégedett vele, és a vajas kenyér, azt hiszem, most már az új kedvenc ételem.
Na, látod, ez például, ezt találja a vajas kenyerítés. Ó, köszönöm szépen. Ezt találja a kocsit. Hó! Micsoda dolgok. Szóval, hogy ezek a jó dolgok, én ezt tanulom, a rossz dolog pedig a karanténban. Hát, hogy, ja, hogy igen. Hát hiányzik, igen, szóval tegnap eszembe jutott, hogy úgy eszembe jutott csak az, hogy így veletek ülni a turnébuszban, és hogy csak így, yeah, lógni, és nem tudom, elmenni az István pincébe Pécset, és nem tudom, rossz pincet tenni Szeged. Ami már nincs egyébként. Ne. Mi? Olvastam egy ilyen hit, lehet, hogy talán nem szűnik meg, de hogy átalakul minden esetre. És aki pécsi illetőség, és tudja az igazat, az attól most elnézést kérünk, hogyha tévedünk, de kommentbe le tudjátok írni. De én olvastam valamit erről, és lehet, hogy aztán, ez most rosszul emlékszem, de valami történt az István pincével sajnos, az biztos. Szeretnénk kérni, hogy a pécsi illetőségű rajongók, szeretők, emberek, akik véletlenül ide tévedtek, írják meg nekünk, hogy az István pince épe vagy nem. Kedves uram, hogy van a kutyád? Meg tudom mutatni. Hey, Tipi! Ja, most nem hallja, mert csak te hallod a fülesben. Remekül van, aluszik. Üdvözlöm a háromlábút, és a kutyát is, aki, mit tudom én, nem követi test közelből azt, hogy mi történik a járvánnyal, meg a járványüggyel, hogy, tehát, hogy így elejtetted ilyen elegánsan a történet szendvicsbe, hogy hát idén már nem fogunk koncertezni, és szerintem erről érdemes pár szót mondanunk, hogy mit ne várjanak az emberek. És hát... Ja, hát illetve hát még nem, szóval, hogy csak a korábbi számításaink szerint nem. Hát de hogy igen. A helyzet egyre fokozódik. Csak hogy popkulturális utalásokkal éljek, de hogy igazából, tehát hogy ugye most május elejére várják a járvány tetőzését, és ugye a vicces dolog, most május 1-je van, amikor felvesszük ezt a podcastot, és tegnap bejelentették, hogy az 500 főnél kisebb szabadtéri rendezvényeket engedélyezik, majd ma sikerült bejelenteni, hogy de ezt úgy értették, hogy azt sem. Amikor felkeltem reggel, akkor így egyszerűen nem tudom. Csak ilyen fájt a fejem az esti esőzéstől, és nagyon rosszul aludtam, és ez egy kicsit így felvidított, hogy azt mondtuk, hogy lehet, de valójában ezt úgy értettük, hogy nem lehet. Végig csuriba volt a kezünk. Hogy így, baszd meg! Egy dolgotok volt, aki baszott sajtótájékoztatón, egyetlen egy mondatot mondtatok. Csak nem fordította meg az A4-es papírt, mert a másik felére volt írva, hogy nem. De a lényeg az, hogyha azt mondja a kormány, hogy mégiscsak valakik kimehetnek, meg valakik nem, most én úgy tudom, hogy mintha lettek volna valami. Hát egyelőre vidékkel lesznek. Igen, amik Budapestre nem vonatkoznak. De arról van szó, hogy még hogyha erre vonatkozni is fognak, valószínűleg az utolsó dolog, amit megkockáztatunk, mivel különösebb azért ilyen nemzetgazdasági értelme nincs neki, az ő szótárokból vettem ki ezt a szót, szeretném hangsúlyozni, de hogy ugye annyi pénzt nem hoz a konyhára a szórakoztatóiparnak ez a része, hogy koncertezés és ilyesmik, hogy érdemes legyen viszont annyi embert egy helyre beterelni, és ezzel kockáztatnia a járványnak a terjesztését. Úgyhogy hát attól, hogy akarunk ezzel szórakozni. Hát és mi se szeretnénk ezzel szórakozni, igen. Tehát, hogy még egyébként, hogyha azt mondják, hogy nem, most már lehet esküszöm, akkor lehet, hogy nem kezdünk el vadul koncertet szervezni, mert attól még a járvány az van, és nem biztos, hogy mi szeretnénk megbetegíteni papát és mamát otthon. Jó, valamilyen Kristóf.
kérdezi azt, hogy engem érdekel, hogy a számoknak van-e valós háttere, az Ági fiának meg a Tihanynak biztosan van, de ezt hallottam is, viszont például az asszonygyilkosságon akármennyit gondolkozom, nem jövök rá. Valahogy kilóg a sorból, köszi, és nagyon várom már, bizonyos smiley. Nagyon várom már, az azt hiszem a podcastra vonatkozik, és ezúton szeretném kiengesztelni, azt hittük jobb lesz, és látod, hogy nem érdemes várni a dolgok. Majd feldobjuk ilyen smiley-kkal, amiket így a képernyőre így. Kérlek, mondd el, hogy miről szól az asszonygyilkosság? Az asszonygyilkosság az, spoiler, az a szakításról szól. Mindenki tegye le a tollat, aki eltalálta, az... Háló, rendőrség! Ne jöjjenek! Hogy nem is egy gyilkosságról szó? Igen, átvertünk mindenkit. Nem öltünk meg semmiféle nőt. És aki eltalálta, hogy a szakításról szól, az asszonygyilkosság, az nyert egy palacsintát. Az anyukájánál lehet mindenkinek átvenni, mi már ezt... Vagy egy palacsintázóba. Nem, már beszéltem az anyukájukkal. Ja, már beszéltél. Jó. Hát akkor igazából szerintem menjünk hát, is tovább. Igen, tehát... Hát csak ennyi, hogy tulajdonképpen, igen, tehát hogy azzal az ilyen izével válaszolnék, ilyen ernyő válaszsal, hogy minden számunk ilyen igazi élményen alapszik, vagy hogy mondjam, valóságon. Tehát minden szám megtörtént velünk, igen, lehet, hogy nem voltunk kabolyok a vagy nyugaton, és nem öltünk meg nőket az asszonygyilkosságban, de ennek ez a háttere. Én azt gondolom azóta is, hogy én a világon a legjobban szakítani utálok, azt hiszem, meg hányni, de szakítani még jobban. És az egésznek azt hiszem, hogy van egy ilyen gyilkosság jellege, ami szerintem egy ilyen jó, ilyen, nem is tudom, ilyen nem tudom, jó ökölszabály is egyébként ahhoz, hogy hogyan érdemes szakítani. Wow, és vágás. Ez csak egy pillanat. Kérem, ezt ne emeljék ki a kontextusból. Hogy nem, hogy arra gondolok, hogy... Hát, hogy úgy szakíts valakivel, ahogy... Killing them softly? Igen. What? Miről szól az a szám? Tehát, hogy ez az, hogy igen, hogy arra gondolok, hogy ha valakit muszáj megölnöd, mert itt a pillanat, amikor ezt meg kell tenni, és elkerülhetetlen, és vagy mindketten szép lassan, egyre jobban leépülünk, blablabla, bla, bla. Tönkre tesszük egymás életét, vagy ezt most itt elvágjuk, mert ez eddig tudott tartani jól, akkor jobb, hogyha ilyen olyan értelemben vagy kedves aranyos, hogy ilyen, jaj, ne haragudj, ilyen sok kis vágással így nyiszatolok, meg így próbálni jó fiúnak lenni közben, hanem egyszerűen csak így... Megmondani. Igen, csak célozz, lőj, és legyél ott egy kicsit, aztán menj el, hogy lehessen haragudni rád. Na mindegy, jó. Jó. Ez az asszonygyilkosságnak a veleje, a részleteibe már nem megyek bele, de persze a művészet nem azért, aki megcsinálta, hanem azért, aki fogyasztja, úgyhogy ha valakinek az asszonygyilkosság egy... bírósági dráma, akkor legyen a vendégem. Ja, igen, mondom a következő kérdést, drága uram. Köszönöm. Lehet, hogy nem sorba fogok menni, vagy hát igazából fogalmam sincs. Igen. Jó. Lesz több klip a Kobra Szív albumról? Ilyen smiley, kígyó, szív. Ez mi? Ja, hogy ilyen elgondolkozó smiley? Igen, pontosan. Poton. Igen, hát ez jó, hogy beválogattad ezt a kérdést, mert nem tudjuk. Ja, értem, nagyon jó, te azt gondolod, hogy én így kurálom a kérdéseket. Megtisztel. Nem kurálod a kérdéseket. Én sorrendben felolvasom az összes. Ja, de hogy érted, hogy van szemed, és hogy ha elolvasod, és nem tudunk rá válaszolni, akkor lehet, hogy
kurád, úgy instant. Dávid, amit te mondasz, az jó, igazad van, csak megyek sorba, és aztán egyszer csak, hogy ebből elég. Az Ambrus mondta, hogy ő dolgozik a rólad akkor sem 2000-nek egy olyan... Jó, hát persze, szeretnénk. Az világos. Ilyen felvek. Hát volt róla szó. De nem, apukám, nem arról van szó, hogy mit szeretnénk, hanem ő ezt elvileg csinálja az ilyen kis felvett darabkákból. Tehát, hogy nem az van, hogy ehhez akarunk fordítani. Ja, igaz. Emlékszel a dodzsemezés és ilyesmi. Így. Tehát, hogy az konkrétan az valahol van egy csőben, és a cső kimenete a ti szemetek és fületek, kedves emberek. Úgyhogy az biztosan lesz, és amúgy megtervbe volt, ja, még a féltel szeretni előtt, a Farmer kabátnak, meg a Király úrnak egy ilyen nagyobb elképzelésű klip, de ugye miután a féltél szeretnire a teljes zenekari büdzsét sikerült elköltenünk, azt hiszem, hogy csak kétszer is meggondoljuk, hogy a következő klip nem két báb lesz egy dobozban. De ja, persze, igen, tehát abban igaza van Dávidnak, hogy ki tudja, mit hoz a jövő, de csak akartam mondani ezt a rólad akkor sem 2000-hez készülő ilyen home videó jellegű klip az elég. Yeah. Hát igen, mert igen, én igazából pont arra gondoltam, amit utóbb mondtál, hogy amúgy meg tervezzük, csak nem tudjuk, hogy mikor vagy milyen formában. Igen, na itt egy kérdés neked, szép uram. Na, ámol, vagy émol. Hogy? Én azt hittem, Elfdúr, hazugságban éltem. Expedíció. Miért nem szoktátok játszani? És ez nekem kérdés? Igen, a hülye feje végén, bocsánat, az csak a smiley-t próbáltam utánozni megint. Yeah. Hát ez szerintem, nézd, legyünk most nagyon őszinték magunkhoz. Ez egy. Egyébként szoktuk játszani akusztikus koncerteken. Gyere akusztikus koncertekre. Igen, így, ez így van. Kedves Gellért. Azért egész egyszerűen csak azért, mert akusztikusan jobban szól az a szám, a hangulata jobban átjön. Én ebben teljesen egyetértek, de nem így hozzád akartam vágni ezt. Ja, jó, oké, rendben. Na ide, figyelj, hoppá! Én még egy kis tőle volt, hogy így, na most elkaptalak! Igen. Úgyhogy gyere az akusztikus koncertekre, én azokat egyébként nagyon szeretem, azok is kurvára hiányoznak, mint az összes többi. Pataki Attila, melyik testrészét öntenétek aranyba, és tisztelnétek kegytárgyként halála után? Én nekem csak két megjegyzésem van, az egyik, hogy én még életében is kegytárgyként kezelném. És inkább egy kérdéssel válaszolnék, fiatal ember, mi szerint melyik testrészét nem? Én nem tudom. Őszintén. Tehát, hogy van egy kevésbé tehetség. Tehát most akkor azt mondjuk, hogy a nagy lábújjában kevesebb a tehetség, mint a fülcimpájában. Tehát én egy ilyen, abszolút egy egészre tekintek, így Pataki Attilára gondolva. Az ő művészetét szerintem egészben kell értelmezni, és azt hiszem, hogy ez rá is jellemző. De Dávid, kérlek, igen. Mondd el te is, hogy én szavak nélkül adózom a szentnek. Bálinttal hosszú távra terveztek? Zárójel, léci tervezzetek, 2. nagy D. Igazából Bálint, már nem is hosszú távra tervezünk, ezt nem is lehet megkérdezni, mert hogy Bálint beolvadt. Ja, igen. A nagy hive mindba, a nagy csak neked kislány krákenbe, nem lehet róla külön beszélni. Igen, ez így van. Tehát a kérdés az, hogy a csak neked kislány zenekarral hosszú távra tervezünk-e, mert az ember nem kérdezi meg, hogy és a feleségeddel hosszú távra tervez? Hát már nincs valaki megkérdezi, de vagy így... Ezt még megeszed? Ezt még... Igen, valamint folytatódik, és egy időrendet nem akartok felállítani az egyes dalokból elhangzó lányokból, hogy ki mikor volt aktuális? Erre az a válaszom, hogy nem. Ha el akarsz hagyni című számban a felsorolt tevékenységeket, nem megyek utánad, nem kérdezem, hogy mi bánt, nem mondok olyat, hogy hozzuk helyre ketten, stb. A fiú valóban nem teszi meg, és arc nélkül feladja a lányt, vagy valójában ezeket csak dacból mondja, de az ellenkezőjét teszi annak, amit mond.
Tehát utána megy, megkérdezi, mi bántja, szeretné, ha helyrehozni közösen a kapcsolatot. Szóval mennyire kell szó szerint érteni a dalt? Ez egy nagyon kedves kérdés. Ez szerintem egy nagyon, nagyon kedves kérdés. Itt érik be az, amit az előbb mondtál, hogy a művészet a befogadói. Úgyhogy válaszolj te, kedves kérdező. Szép. Jó, én egyrészt ez... Igen, én úgy vagyok... Hát megmondhatjuk, hogy mi mit csinálnánk. Ha igen, tehát én ilyenkor mindig egy kicsit ilyen libikókán vagyok középen, hogy igazából úgy vagyok vele, hogy ja, persze a művészet a befogadói, de közben én is, érted, így bújom a Tom Waits Library-t, meg az ilyen mindenféle ilyen... Meg akárkit, aki arról beszél, hogy és amikor ezt csináltad, akkor mire gondoltál, stb. Igen, és akkor persze lehet ezt annak a határán tartani, most kit érdekel, hogy tényleg hogy hívták a rólad akkor semnek a főszereplőjét, vagy hogy nem, hanem arra gondolok persze, hogy milyen szituációt idézel fel, blablabla, mert azért egy szám sose adja át persze a teljes, nem tudom, részletességében az élmény, de ugye pont ez a lényeg, mert így könnyebb hozzá kapcsolódni. A kérdésre az a válasz, és ehhez akarom mondani, hogy azért ehhez szerintem csatlakozz be, mint bölcs kínai karakteres. Barátnő per feleség, a másik felünknek, vagy párunknak, vagy a szerelmünknek. Én elvesztettem a fonalat. Dávid elvesztette a fonalat, mert össze is beszéltem, úgyhogy vágtunk egyet. Mert itt lehet, hogy csak iszonyatosan. Jó, tehát a lényeg az, hogy amikor te elváltál, és én szakítottam, és csináltunk ketten egy zenekart, akkor igen. Ez egy olyan ilyen közös élményből táplálkozott ez a szám, hogy mi nagyon sokszor elmondtuk a szerelmünknek abban a kapcsolatban, hogy mindenre hajlandó vagyok, de azzal ne fenyeges, hogy elhagysz, vagy hogy tehát ne... Ja, értem, hogy tehát, hogy itt az van, hogy nem tudom, hogy erre biztos emlékszel ezekre az ilyen kilométer hosszú beszélgetésekre, hogy egyszerűen arról van szó, hogy ha egyszer szakítasz velem, akkor utána viszont nincs egy ilyen oldjuk meg kérdés, és az egész szám igazából arról szól, hogy van ez az ilyen félreértett, én szerintem egy elég ilyen helytelen vagy mérgező ilyen romantikus mintázatunk, hogy harcolni kell a másikért. És hogy így, hát harcol a tököm, hát miért van velem, vagy hogy én miért vagyok vele? Hát, szóval, és itt most a harcolást úgy értem, hogy ami a számban szerepel is, hogy nem harcolok érted, nem harcolok veled, hogy igazából az ilyen filmekből, meg mindenféle romantikusnak szánt történetekből lejövő harcolás valakiért, az igazából egy kicsit arról szól, hogy én így a határaidon átmegyek, és meggyőzlek róla, hogy de igen, én vagyok az igazi. És hogy részben erre reagál ez a szám, részben pedig arra, hogy amint te elvágod ezt a cérnát, vagy azzal akarsz rávenni a változtatásra, hogy elmegyünk mindketten középre, de te azt mondod, hogy szakítani fogsz, akkor erre én nem fogom azt mondani, hogy jó, akkor jövök még, hanem azt mondom, hogy ha szakítani akarsz, akkor viszont szakíts, mert vagy megegyezünk valamiben, vagy nem egyezünk meg valamiben, de hogy nem csinálunk egy ilyen túsz drámát ebből. Ezek a válaszaim. Kedves doktorom, neked mi a véleményed? Igen, nagyon szépen mondtad. Igazából nem is tudom, hogy ki tudom egészíteni. De azt hiszem, talán csak ilyen összefoglaló dolgokkal, hogy egy zsarolás a kapcsolaton belül az mindig toxikus, bármivel is zsaroljuk a másikat, és ilyen értelemben vett harcolás a másikkal, vagy másikért, amikor a másik tesz akadályokat igazából a kapcsolat elé, az talán egy kicsit felesleges. Vagy hát, hogy nem úgy felesleges, hogy hát egyszerűen csak az azt jelenti, hogy ez egy toxikus kapcsolat. Yep. Ez az élmény jutott eszembe csak, hogy egyébként pedig mindkettőben valahogy megjelent az a helyzet, hogy a kapcsolatból való kiszállás után, hogy a másik, ha vissza akar jönni, hogy az egy olyan dolog, hogy de hát megbeszéltük, hogy nem ez lesz. És tehát mi igazából az egész minden után írtuk meg ezt, amikor már túl voltunk a szakításon, és túl voltunk
ezeken a játszmázásokon, és ott, hogy de hát megbeszéltük, hogy ne várj rám, hogyha szétmegyünk, hanem egész addig, amíg nem megyünk szét, és ezért is van a számban ugye hangsúlyozva, hogy nem arról van szó, hogy én ilyen kibaszott kulcsávó vagyok, és ja, igen. Ez egy fontos momentum. Hogy én így a sarokban fogok cigizni, és amúgy így nem érdekelsz, bébi, ha itt akarsz hagyni, akkor hagyja, nem érdekel. Hanem, hogy én nagyon szeretlek, és én mindened leszek, és én a szövetségesed vagyok, stb. Egészen addig a pontig, amíg a kapcsolatban vagyunk. És ha ki akarsz állni a kapcsolatból, akkor én azzal nem fogsz belőlem valami többet kiszedni. Jó, igen, ez egy nagyon fontos momentum, de igen, azt hiszem, hogy el van. Igen, szerintem túl beszéltem. Elmagyaráztad. Volt egy olyan kérdésünk, hogy lesz-e merch, és ezt le is tudnám azzal, hogy a Bálintnak tessék mondani bármilyen kérdést. Kun Bálint a merch felelős lett a zenekarban, úgyhogy ez már nem a mi problémánk. Hajrá! Hajrá, Bálint! Erdett merch-et! Merch. Nyomj a demo. Nem, mert az a, azt hiszem a wake me up before you go, vagy komolyan? Wow. Ez egy C. Kőkemény. Mit szólsz? Kőkemény vagy. Biztos, hogy valaki meg fogja írni kommentben, hogy az egy A. Nem, ez egy C volt. Yes! Srácok, köszönjük, hogy csatlakoztatok hozzánk, meghallgattátok az első podcast adásunkat. Fogalmunk sincs, hogy merre tartunk tovább. Lehet, hogy csinálunk egy Csak neked kislány zene, film, illetve könyvklubot, és majd szólunk, hogy mit olvasunk, vagy hallgatunk meg a héten, és akkor arról fogunk beszélni, vagy egyszerűen csak beszélgetünk hülyeségekről. Ha lesz kérdésetek, tegyétek föl. Főleg ilyen szex-szerelem gyengétség témában szerintem így szívesen rabolnánk el ezt a podcastot oda, hogy egy ilyen... Főleg miután már nincs is ez a kultúrrovat. Nincsen ez a rovat a Bravo-ban? Nincs ez a Bravo. Oh. Jó. Ja, szóval, hogy igen, hogy lesznek itt más tagok, ki tudja, lehet, hogy a tagokon kívül is, csak felhívunk embereket, és megkérdezzük tőlük, hogy... Felhívjuk Lovasit, hogy hallgatta-e az új lemezét. Te meghallgattad? Már mi? Te kérdezem, hogy... De hogy megmutatták, mielőtt... Most ez olyan, mintha belennénk ágyazva így a magyar zeneipar. Ja. Lovasi Bandit, ismerjük ezeket persze, így kb. Nem tudom, találkoztunk Szabó Benedekkel, meg így tudja a nevünket a Gyula a Bózóból, és ez, úgyhogy őket fogjuk fölhívni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, ez volt a csodálatos Konsicki Dávid, a doktor. És a csodálatos Csepel Olivier. Hello, sziasztok, srácok! Hello, bello!